Milyen bevételekkel, kiadásokkal, bér- és illetményemeléssel számol a pécsi baloldali városvezetés a Baranyai megyeszékhely idei költségvetésében? Erről beszélt hétfőn a gazdaságügyekért felelős alpolgármester a sajtó képviselőinek. Az látszik, hogy azért most már harmadik éve van egy olyan folyamatos nyomás a rendszerben a koronavírus járvány következtében is, amit azért hosszú távon nem lehet fönntartani. Tehát most már mi azt gondoljuk, hogy talán ez a legrosszabb bevételi oldalú költségvetés, részben abból adódik, hogy maga az adófizetés ugye a korábbi koronavírus korlátozások alatti időszakra vetítődik rá, tehát az ottani bevételekre fizetnek az adót a cégek, úgyhogy bízunk benne, hogy ez most már 23-ban nem lesz így, és az elindult fejlesztések és egyebek 23-ban ezeket elkezdik főfelé javítani. Főszámként egy 50 milliárdos bevétellel számolnak most a Városházán, de ez változhat még, mondja Ruzsa Csaba. 13 milliárd forint ebből fejlesztés, ami különböző uniós források tekintetében állít. Ugye amiről beszélünk, az egy 30 milliárdnyi bevételszám és 37 milliárdnyi igényszám. Ugye itt van köztük kb. Egy 6,2 milliárdnyi kompenzációs igény. Ugye a kompenzációs igényben van, amit klasszikus kompenzációként bízunk benne, hogy megkap a város, mondjuk az 1%-os adócsökkentésből adódó mérték. Illetve vannak olyan tételek, amelyekhez neki is hozzá kell tenni magát. Itt ezekben meglátjuk a gazdasági folyamatokból adódóan, hogy mennyi az, ami mondjuk bejöhet egyéb bevételként. Ruzsa Csaba azt mondja, tavaly közel 2 milliárdos luk volt a bevétel és kiadási összegek között. Idén azonban még nem lehet megmondani, ez mennyi lesz. Ez nagyban függ a helyi adóbevétel alakulásától, vagy éppen az energiaárak alakulásától. Az alpolgármester elmondta azt is, hogy béremelést is terveznek idén az önkormányzati intézményeknél mintegy 10%-ot. Pécs idei költségvetéséről február 15-én dönthetnek a képviselők.